Sziasztok, Korecz Márk vagyok a Vadászblogtól. Elindítottunk egy új sorozatot a Normával karöltve, aki figyelmes, az már láthatta a blogon ennek a beharangozóját. Almási Csabi barátom lesz a segítségünkre, ő a Normánál dolgozik, Normától jött, Norma hazai képviseletétől. Ő lesz a szakember ebbe a történetbe, én meg az okoskodó kérdező, ugye? És az lesz a koncepció, hogy bemutatunk lőszereket is, meg fogunk nagyon sokat beszélni, videókat készíteni lövészetről, balisztikáról, puskabelövésről, tehát igyekszünk egy ilyen hasznos információs anyagokat összeállítani a jövőben, és a másik koncepció pedig az lesz, hogy bemutassuk a Norma lőszer családot, mert szerintem sokan vannak úgy, mint én, hogy csak azt látja, hogy van olcsótól a drágáig, 26 millió féle, és fogalmunk nincs, hogy melyik miben különbözik a másiktól, érdemes-e a drágábbat megvenni, vagy az olcsóbb lőszert választani is elegendő hazai vadászati körülményekhez. Úgyhogy ilyenekre fogunk többek közt kitérni. Most itt vagyunk a Galgamácsai lőtéren, haláli nyugalomba, nagyon jó helyünk van itt, úgyhogy valószínűleg nagyon sok adást itt fogunk fölvenni. A mai téma pedig a Norma Whitetail lőszer márkája, ami egy olcsó lőszer, legalábbis a prémium kategóriás Norma családhoz képest meglepően olcsó, úgyhogy igyekszünk ezt most bemutatni, arról is kitérünk, hogy miért olcsó, illetve lőttünk vele jó sokat, meg még fogunk is, különféle puskákkal, különféle kaliberekkel, hogy meg tudjuk nézni, hogyan viselkedik. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Csabi, azt beszéltük itt már erről a Whitetailről, így kell mondani, hogy Whitetail, már ez is itt, vannak, akiknek ez gondot okoz, hogyha nekik segítségükre siethetünk ezzel, ez az amerikai fehér farkú szarvasnak a neve. Ez most egy új lőszer család, igaz? Igen. Mi került ebbe most bele? A hát gyakorlatilag a kis kaliberekből 243-asig a softpoint, illetve 6 és felestől fölfele pedig az Alaska. Akkor ezek lettek összevonva most. És akkor gyakorlatilag a lövedék az ugyanaz, kis kaliberekben szóval a softpoint, nagy kaliberekben pedig az Alaska. Létezett. Így van. De ez egy drágább márka, vagy egy drágább típus volt, igen, nem? Igen, ez? Igen. Na, tehát ugye a Whitetail az most közel a fele árban, mint az Alaska. Tehát ugyanaz a lövedék, még egyszer mondom, hogy bárki utána nézhet, gyakorlatilag a honlapon is meg lehet nézni. Igen, van nekünk egy ilyen puska Norma workbookunk, és abban itt konkrétan írják is, hogy aki komponensként akarja megvenni lőszertöltéshez a lövedéket, az gyakorlatilag itt konkrétan írja a gyártó is, hogy Alaska lövedék van. 10,1 gramtól 18,5-ig. Így van. Úgyhogy hát gyakorlatilag akkor ezzel jól járt a vásárló, mert egy magasabb kategóriás lőszer tud olcsóbban megvenni. Mitől olcsó egy lőszer? Vagy mondjuk konkrétan ez mitől olcsó? Hát konkrétan ugye a Normának volt egy olyan elképzelése, hogy gyártson egy olcsóbb kategóriájú lőszert a európai piacra, egyben az amerikai piacra is, ott ugye nagyon nagy mennyiségben adnak el lőszert, lényegesen nagy mennyiségben, mint Európába, és ezért a gyártási költségeket le tudták csökkenteni minimálisra, ezért lett olcsó a Whitetail, jelenleg egyébként az egyik legolcsóbb vadászlőszer a piacon, és... Hát meg az, hogy softpoint. Meg az, hogy softpoint, igen, tehát a lövedék kialakítása, a lövedék gyártás technológiája miatt van ez az ára, tehát sokkal egyszerűbb. Ja. Meg hát, ha végül is létező meg egy létező volt, lövedék, nem kellett újat fejleszteni, fejlesztésben nem egy kellett, kicsit átvariálták, gondolom. Amit én még itt olvastam ebbe a workbookba, hogy továbbra is Normának elég fontos, úgy látom, a lőszertöltés kérdésköre, és ezek a Norma hüvelyek, ezek nagyon jó minőségűek annak, aki lőszert tölteni szeretne. Úgyhogy gyakorlatilag ez a Whitetail is ugyanezzel a magas minőségű. Tehát a hüvely az ugyanaz. A hüvely is. Így hát van. Akkor gyakorlatilag hüvely is hát ugyanaz. A komponensek azok gyakorlatilag a lőpor is, a mag is, meg a hüvely is, meg is a csappantyú is ugyanazt a minőséget képviselik, mint mondjuk az Alaszkánál. Hát akkor szerintem itt az USA piac lehet az, ami ott olyan volument csinálnak, hogy lementek a gyártási költségek arányosan, és szerintem azért tud ilyen olcsó lenni. Viszont nagyon pontos, mert azért lőttünk itt régi puskával, egy kicsit gondolva azokra
nagyapáinkra mondjuk, akik egy ZKK-val vagy egy CZ-vel, régi CZ-vel vadásznak, ahhoz is nagyon passzol ez a lőszer, meg ami itt látható, egy precíziós puska 308-as kaliberben, hangtompítóval ezzel 100 méterre lőttünk vele, és látható a képeken, hogy parádés eredmény. Jó a szóráskép, igen. Nagyon jó a szóráskép, igen. Amit itt, mikor itt beszélgettünk még az adás előtt, megütötte a fülemet, ez a lövedék végének a kiképzése, hogy nem ilyen bottail, nem is az, mi az magyarul? Csónakfarú. Igen. Hanem ez egyenes. És hogy is volt, hogy ezek kevésbé válogatósak? Hát igen, tehát a felfekvési felülete, akik ugye alaszkát lőnek, azok tudják, elég hosszú az a rész, az a felfekvési felület, ami a csőhöz gyakorlatilag hozzáér, és ez miatt lesz egy lőszer kevésbé válogatós. Uh-huh, vagy egy cső, bocsánat. Igen, igen. Magyarul univerzális. A magyarul univerzális, tehát régebbi fegyverekbe is, ahol kisebb a húzogemelkedés, ott nincs ilyen, nem lesz vele probléma, mint a csónakfarú lőszereknél, ahol már azért merülnek föl ilyen kérdések. Azt nem is mondtuk, hogy Svédországba készülnek ezek is. Néztem a kíváncsiságból, rákerestem a Google-ba, hogy hol van a normál lőszergyár, hát eléggé eszményi helyen gyártják ezeket a lőszereket. Szívesen laknék ott. De ez is ott készül, tehát nem ilyen bérgyártás, vagy ilyesmi. Nem, tehát a Norma gyárba csinálják. Megszokott Norma minőség a Norma gyárból. 20 féle kaliber, ugye? 20 féle kaliberbe csinálják, és akkor ugye 30-06, illetve 308-as kaliberbe kétféle lövedéksúly, tehát 11-7 és 9-7. És mire lehet ezzel vadászni? Gyakorlatilag mindenre. Teljesen univerzális, és hogy akár nagy vadra is. Hazai nagy vadra. Ugyanúgy, mint az alaszkával. Nagyon sokan tesztik, megtették ideig is. Sajnos az alaszka az ugye meg fog szűnni, tehát ami még most ugye a boltokban, meg mint Nagykerben nálunk elérhető, azok vannak, de ezzel ez kivezetődik a piacról, tehát tehát átveszi a helyét a whitetail, de gyakorlatilag tökéletesen helyettesíti. Helyettesíti, igen. Így van. Még ezekről a softpoint lőszerekről egy picit beszéljünk, hogy gyorsan gombás adó lőszer ez gyakorlatilag, ugye? Így van. Hát gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy gyorsan, illetve jó hatásokkal leadja az energiáját a vattesbe. Van neki egy vékony köpenye elején, és ez miatt... Ez a köpenyben van egy középtájékon, van egy ilyen betörés, majdnem mint egy gyűrű, ami ugye megakadályozza, hogy egy nagyobb, erősebb, csontozatú, erősebb testű vad találata esetén teljesen szétessen a lövedék. Tehát nyilván, hogyha gerincet vagy fej, vagy hasonló erősebb csontozatú lövésnél ugye kiesik általában az ólommag, de minden másik lőszernél is, kivéve ugye a kémiai lakötötteknél. Na, erre akartam kitérni még a kémiai kötöttekre, hogy ebben nincs. De alapvetően egybe szokott maradni, tehát az a tapasztalat, hogy jó az átütőreje is, az mellett, hogy jó gombásodik. Árról mondjunk valamit? Elmerjük árulni? Az a baj, akkor nem lesz időtálló a videó, de nagyságrendileg, hogy hova. Hát gyakorlatilag az egyik legolcsóbb vadászlőszer most a piacon. Norma tetejének nagy, kevesebb, mint a fele, ugye? Igen. Árban. Szuper. Igen. Mára ennyit szántunk, nem akarunk nagyon hosszú videókat, hogy könnyűen emészthető legyen. Hamarosan folytatjuk. Addig is még lövünk egy kicsit. Sziasztok! Sziasztok!